Mindenkit, sziasztok! A mai nap szeretném folytatnám a múltkori kék medok noás szőlőnknek a feldolgozását. Múltkor bemutattam nektek típusát, és hogy mire képes egy lugas rendszer. A mai nap oda jutottunk, hogy elérte azt a szintet a szőlőnk, hogy most már nyugodt szívvel lehet szüretelni. Múlt héten csináltunk egy próba szüretet, különböző részekről szedtem a lugasunkról, és megmértük a cukorfokot, ami azt jelentette, hogy 19 fokos volt a mustunknak a cukra. Olyan szinten van a szőlő, hogy úgy döntöttem, most már nem húzom, hanem nekiállok, és a mai nap, szeptember 13-a van, a mai nap megkezdem a szőlő szüretet, és feldolgozni a kék szőlőnket. Ezúton szeretném majd nektek megmutatni lépésről lépésre, hogy milyen úton, módon dolgozom én fel a kék szőlőt, hogy készítem a mustot, és hogy lesz belőle a későbbiekbe vörös bor. Amit még úgy hozzá szeretnék tenni, gondolom, hogy vannak komoly borászok, illetve szőlővel foglalkozó emberek, akik jobban tudják ezeket a dolgokat, de végülis én ezt a filmet azért mutatom meg nektek, hogy én milyen úton és módon szoktam a kék szőlőmet feldolgozni, illetve bort készíteni belőle. Na, menjünk, nézzük meg, hogy hogyan is áll, és hamarosan indul a szüret, és onnan lépésről lépésre fogom nektek mutatni, hogy hogyan is áll. Itt már a darazsak folyamatosan szedik kifele belőle a dolgot, aszalódás megtörtént, és az a lényeg, hogy most már szüretelünk. Van egy fürt, amin már elég jól meg lehet állapítani a muskotályosodást, az aszalódást. Sajnos itt már nincs mit várni, de a méhek igencsak jelentős kárt tudnak tenni a szőlőben. Példa, itt is jól megfigyelhető, ezeket már nagyon megdolgozták, ezeket a fürtöket.
megtörtént a szüret, hát össze-vissza olyan 50 és 75 kg között satszolom a szőlőnket, de ez majd a liter formájában úgyis ki fog derülni. Egy pici szünetet tartunk, és utána következik a bogyózás művelete házilag. Van egy ilyen 1x1 centis rács hálónk, és ezen fogjuk lecsúszolni a fürtökről a szemeket. És ha lebogyóztuk a szőlőnket házilag, utána fogjuk indítani a szőlő összeroppantást, azaz a darálást. Pár szót szeretnék nektek elmondani a szőlő feldolgozásával kapcsolatosan. Hogyha kék szőlőt dolgozunk fel, ugyebár abból vörös bort szeretnénk készíteni. A különbség a fehér és a kék szőlő között, hogy a kék szőlőnek a héjában tannin nevezetű színező anyagot fogjuk kivonni egy eljesztett áztatásos eljárással, ami a lényeg, amikor lebogyóztuk a fürtről a szemeket, összerobbantottuk, utána egy erjesztőkádban, a régi időkben úgy hívták, hogy káciban, erjesztett kádakban, a törkő kalappal együtt, több héten keresztül áztatták a mustunkat. És ugyebár már, amikor teljes mértékben ki volt forva, ami azt jelenti, hogy minimum 2 hét, de én hallottam olyat egri borászoktól, akik kádban, a törkön 3 hét után tisztázták le, illetve préselték ki. Ennek ugyebár mi a lényege? A törkő kalapon áztatott cefre, mivel a szőlő ledarált állapotában különböző gombákkal, illetve be is fogjuk oltani élesztő, faélesztő gombával. Mit akarunk vele elérni? Az, hogy az élesztő gomba, amit magában hordoz a szőlő is, illetve amivel beoltjuk, ő nekünk a musban található cukrot ő szépen nekünk át fogja alakítani etil alkohollá. A kádban eljesztésnek egyszer az a lényege, hogy ott alapozódik meg a borunk. A másik, mivel hogy vörös bort szeretnénk, és ahogy mondtam, a héj szerkezetében van a színező anyag, amint beindul a kémiai folyamat, elmondtam, hogy etil alkohollá fogja nekünk a gomba a cukrot átalakítani. Az alkoholsolódás, ugyebár ezt köztudott, hogy az alkohol nagyon jól oldószer, és ő fogja nekünk kioldani a héj szerkezetből a színt. Minél tovább tartjuk, annál tökéletesebb és bársonyabb lesz a borunknak az állaga. Ugyebár, mint hogy mondtam, le fogjuk bogyózni, egy házi készítésű kis rácsrendszeren. Össze fogjuk roppantani a szemeket, és áztatni fogjuk hordóba. Ekkor be kell oltanunk ugyebár közönséges fajélesztővel,
ami elősegíti nekünk a erjedést. Azt is mondtam, hogy ezt körülbelül két hétig fogjuk itt a hátsó térben normál zárt állapotában. Heti, napi szinten annyi lesz a tennivaló, hogy naponta 5-6-szor vagy ahányszor tehessük egy dömöckölő ruddal. Alá fogjuk meríteni a töltői kalapot, abból a szintből, hogy minél kevesebb oxidációt szenvedjen a töltői kalap. És alámerítéssel ugyebár mindig frissítsük és biztosítjuk annak azt, hogy teljes mértékben kioldódjanak a nekünk megfelelő komponensek a busból, illetve a szőlőből. Hát végül is ennyit szerettem volna elmondani, hamarosan jövünk és állunk neki a bogyózásnak. Honnan folytassuk tovább, minden jót! Nagyon okos szerkezet, mert ha megnézzük, a zöld szemeket rajta hagyja, ami nem tudod beélni, ami nem is kell a muszba. Hogy most működik az első, hogy gyakorlatból 5-ös. Jó, hát egy kicsi van benne, de attól jó lesz. Szóval tökéletes a szemezés, utána ha tele van, akkor irány a zúzó. Találjuk lefele. Húzzuk a szemeket, tökéletes húzás. A félnél többig van, úgy, ahogy satszoltam, olyan 75 kg szőlő volt erről a lyukasunkról. A fokoló, cukorfokoló, úgy, ahogy mondtam, 19 fokot produkálta. Ez így ebben a formában így marad. Előre a bor élesztőt. Méhezték rendesen dolgoznak, mivel már nem találnak szőlőt. Keresik a édességet. Előre el van készítve a borélesztőnk, úgymond a must élesztő. Ahogy egy zacskó 20 g 1 hektoliterhez, ez az élesztő gomba. Bekeverjük. És innentől számítva két hétig erjedni fog színkioldás és aroma koncentráció. Amint említettem, napi szinten ugyebár a gyömöckölő rudunkkal a törköly kalap fel van keményedve a hordóban. Eléggé meg is van keményedve,
esztet alá kell meríteni. Igen, miért? Ugyebár, ha ezt a műveletet nem csináljuk meg, mint amit mondtam tegnap, hogy a forrás az széndioxidot termel, gázosodik. A gázosodás fel fogja kényszeríteni a törkölyk alapot a mustunk felszínére. Végül is valamilyen szinten levegőbe kerül a hús szerkezet, és ugyebár az olyankor levegő hatására, mondtam, oxidálódik. És az miért nem jó? Ha túl sokáig van levegőben, a levegő előidézi egy olyan másfajta gomba betegséget, ami a későbbiekben penészedéshez vezet. Az alsó része érintkezik a cefrénkkel, a felső része a levegővel. És ez egy idő után, hogyha nincs mozgatva, károsodhat, illetve meg is romolhat. És onnantól kezdve a borunkat nagyon el tudjuk rontani, mert rossz minőségbe kezeltük a cefrét. Ezért napi szinten minimum 5-6-szor, amikor erre járunk, ajánlatos egy ilyen alá.